Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 29-e teli hold, és egyúttal kinyílik egy éjjeli kapu a plejádok felé, ez egy portál nap. Ezen az estén tartok egy nagy szertartást mindkét témára, a portál napra is, és a teli holdra is. Ez este 11 órakor indul, e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy milyen témákról van szó, erről beszámolok most ezen a felvételen. Itt van a napi horoszkóp az indiai számítás szerint. A nap és a hold, mint mindig teli holdnál szemben áll. A nap megvilágítja a holdat, láthatóvá teszi számunkra. Itt a horoszkópon látható, hogy a hold a halak jegyében, a nap pedig a szűz jegyében van egymással szembe, így tükröződik valami. Az a fontos, hogy megtaláljuk a középutat. A hold, és itt Neptun bolygó a halak jegyében utal az álmainkra, a vágyainkra, az elképzeléseinkre, az álmodozásokra. És ezzel szemben a nap és Mars bolygó a szűz jegyében, a föld elemében szeretné ezt megvalósítani, hiszen a föld eleménél reális dolgokról van szó. Mindkét irány fontos, hogy legyen egy elképzelés, de el kell gondolkodni azon is, hogyan tudnánk ezt megvalósítani. Ami még történik ezen a napon, hogy Vénusz bolygó és egy visszafele tekintő Uránusz bolygó kvadrát aspektusban áll, ami nem túl előnyös. Uránusz bolygónál változásokról van szó. Mivel visszatekintő, fékezi az eseményeket, amikor szeretnél valamit megváltoztatni az életedben, ez lehet egy költözködés, ez egy munkahelyi változás is lehet, de ez a visszatekintés jelentheti a múltat is, hogy valaki visszatér a múltból, mivel itt Vénusz bolygóról van szó, ez lehet egy hölgy, aki befolyásolja majd az eseményeket, vagy meg akarja akadályozni azt, hogy nálad legyen egy változás. Viszont van egy szép kapcsolat Vénusz bolygó és Mars bolygó között, egy szextil kapcsolat. Vénusz bolygó a rák jegyében, Mars bolygó a szűz jegyében, itt a víz eleméről, a föld eleméről van szó, és a víz eleme és a föld eleme barátságban áll egymással, van egy jó kapcsolat. Itt szerelmi témákról van szó, hiszen Vénusz bolygó az utal ránk hölgyekre, Mars bolygó pedig a férfiakra. Itt megvan a szerelmi élet területén ez a szerelmi energia. És most rátérnék arra, hogy mit jelent ez a portál nap. Amikor a mi földünk odafigyel, abba az irányba tekint, ahol a plejádok vannak, akkor itt megvan egy kapcsolat a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, ennek mindig van gyógyító hatása is, és a téma, a forrás, az tulajdonképpen a maja naptárból van. Én a maja naptárról beszámolok minden nap a Facebook oldalamon, ha érdekel, akkor ott megtekintheted, megtalálod Dendera Susanna Medici, és ott naponta leírom, hogy milyen változások vannak a maja naptár szerint. Itt a képen ez látható,
és ez mutatja szeptember 29-ét. A maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Egy rezgés 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét nap. Egy héten belül persze. Nálunk ez 13 napig tart. Jelenleg benne vagyunk a 15. hullámban, vagy rezgésben. És e felett a hullám felett Akbál uralkodik. Akbál lefordítva éjszakát jelent. Ez jelenteti a belsőnket, de jelenti az éjszakát is, az álmokat. Ha például álmatlanságban szenvedsz, akkor ez a szertartás segít, hogy legyen egy mély álom, hogy ki tud pihenni magadat. Itt álmokról is van szó, álmokról, álmodozásokról, elképzelésekről, és most benne vagyunk ebben a rezgésben, ebben a hullámban, hogy itt ez a fontos, hogy tudnánk megvalósítani az álmainkat, és pontosan erről van szó a teli holdnál is, hiszen a hold itt van Neptun bolygó közelében, Neptun bolygó szimbolizálja az álmokat, mindez a halak jegyében, ahol Neptun bolygó otthon érzi magát, hiszen uralkodik Jupiter bolygó mellett, Neptun bolygó is a halak jegye felett. És ez erősíti most az álmainkat, az elképzeléseinket. De egy álom, az szép, de ezt meg kellene valósítani, mert ha nem valósítjuk meg, ha nincs rá lehetőség, akkor az csalódásokhoz vezethet. Ezért fontos itt észrevenni a napot és Mars bolygót a Föld elemében, hogy fontos az, hogy töprengjünk azon, hogyan lehetne ezt megvalósítani, hova kell befektetni az élet erőnket, hiszen Mars bolygó ezt is jelentheti. Vagy lehet párkapcsolatról is szó, mert Mars bolygó jelenti a férfiakat, és kapcsolatban áll Vénusz bolygóval, tehát megvan a jó kapcsolat, megvannak a lehetőségek, és megvan arra is a lehetőség, hogy ez az álom megvalósuljon. Szeptember 29-e az a 12. nap ebben a 15-ös hullámban. A maják így jelölték a 12-es számot, a vonal az 5-öt jelent, a pont 1-et, tehát 2x5 az 10, és a két pont ehhez megadja a 12-es számot. A 12-es szám az rád és a párodra utal, vagy jelenthet másokkal kapcsolatot, te és ő. És ez a kapcsolat megerősödik ennél a 12-es számnál, amikor megvan egy közös cél, vagy lesz egy új irány, hogy mindketten érzitek azt, hogy összetartoztok. Ezen a napon is uralkodik, és ez jaguárt vagy varázslót jelent, megvan a varázslatos kisugárzás, itt szerencse lesz, hasonlóan, mint a tárókártyánál, a mágier vagy a varázsló, amikor segít abban, hogy ez az álom megvalósuljon. A szertartás segít. Megvan a gyógyító erő, különösen ennél a portál napnál. Amit a teli hold megvilágít, azok az álmok, a vágyak, az elképzelések. És a téma az, hogyan lehetne ezt megvalósítani, hogyan legyen meg ez a varázslatos kisugárzás a kapcsolat kettőtök között. Van egy nagyon szép szerelmi energia, viszont van itt egy kihívás.
amikor itt változásokról van szó, vagy egy új kezdetről, vagy nem mered ezt a lépést megtenni, vagy valaki akadályoz téged ebben, valószínű egy hölgy, hiszen ez a kvadrát Vénusz bolygóval van kapcsolatban, és Vénusz bolygó utal rád, mint hölgyre, de lehet egy más nő is, és ez a kapcsolat most nem túl előnyös. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!